Lots of eating. Én nagyon adtam, hogy konkrétan Máltára ugyanezeket a cuccokat vinnél 5 napra, mint ide, mert ugyanen idő van kb. Cenzúrázhatok. Jó reggelt, srácok! Szeptember végén valószínűleg megjelenik a saját üdítőm, viszont a mai videóban, ha nem is szeptember végén, de október első két hetében fixen, úgyhogy na mindegy, erről meg kaptak több infót, viszont megérkeztünk Amerikába. Ott van a garázs, és ilyen kis lakónegyedben vagyunk, hogyha itt bejövünk az ajtón, akkor rögtön látjátok, hogy van egy étkező itt jobb oldalt, nektek bal oldalt, és itt megtalálható a tipikus amerikai konyha, ahol tökéletesen tudunk majd főzni, rengeteg helyünk van, illetve bevenni a vitaminokat. Van egy hatalmas nagy nappalink, és van egy hatalmas nagy hálószobánk, illetve egy fürdőszobánk, amit most Dávid éppen használ. Viszont induljunk el, nézzük meg, mik a progik mára. Na most, mivel a hűtőnk az nincsen tele. Na most arra gondoltunk, hogy mivel ugye Texasban nagyon híresek ezek a tipikus ilyen steakhouse-ok, barbecue-k, mindenféle húsok, úgyhogy a mai videó az egy ilyen kajásabb videó lesz, körbe fogjuk zabálni az egész várost konkrétan. És most nem az ilyen tipikus amerikai ételekre gondolok, mint például az ilyen hamburgerek, meg nem tudom mik, hanem inkább tényleg az ilyen helyi specialitások. Elképesztő meleg van egyébként, srácok, olyan páratartalom lehet itt, hogy biztos, hogy az egész videóban ömleni fog rólam a víz. Viszont, hát ugye ez az egészhez kell egy kocsi, na most... Nem viccelek, ez volt a legkisebb és a legolcsóbb. Ezzel a Challengerrel fogunk krúzolni. Hihetetlen egyébként, hogy itt az összes autó olyan hatalmas nagy, olyan széles, olyan... csak bármelyik, csak elfordítom a kamerát, ott az. Truckokkal van tele az egész. Azt beszéltük Dáviddal, hogy imádnak pazarolni, imádnak. Az első hely, amit megnézünk, az a Dandelion névre hallgat. Az interneten kikerestem különböző helyeket, hogy hol menjünk ma, és ez volt ez a tipikus ilyen amerikai reggeliző, amerikai bráncsozó, úgyhogy nézzük meg, hogy ez milyen és mit lehet enni. Are you ready for pancake? Yes, and for omelette. Omelette? Omelette. Omelette. Fisher, we got menus right here for you. Okay, thank you. Just let us know whenever you're ready, okay? Okay. Hülyek, tehát te fejre állsz. Srácok, kikértünk egy hatalmas nagy szendvicset, amit elfelezünk, 2 omlettet, 2 kávét, egy palacsintát. Szerintem az elég lesz. Csak olyan soknak tűnt, meg ami nagyon érdekes, hogy mindenben lehet pakolgatni mindent. Szóval az omlethez van kb. 15 darab feltét, a palacsintában van ugyanúgy 15 darab plusz dolog, amit rá tudsz rakni. A sima jeges kávé se sima jeges kávé, mert tudsz belerakni még 6-7 féle szószt. Rettentő sok minden van. Thank you. Thank you. Hú, tesó. Hát ez akkora, mint a fejem. Ne, azért ez nincs akkora. Emlékszel 19-ben San Francisco-ban? Az meg ekkora volt a tányér, és ilyen hosszú nagy omlet volt rajta. Azért... De jól néz meg az ki. Azért az durvább volt, de ez az a pont jó szerintem. Ez egy ilyen orgia az egész. Annyira finom minden, nagyon para, nagyon-nagyon para. Tele vagyok, összeesek, úgy tele vagyok. Ez beteges, és ez csak a reggeli volt. Ma még 3-szor vagy 4-szer fogunk enni. Na jó, viszont ezt egy kicsit ledolgozzuk. Úgyhogy már rosszul leszünk szerintem, hogyha csak egész nap tényleg csak zabálunk. Elmegyünk a Buffalo Parkba? Az a neve? Nem. Nem fog eszembe jutni valami. Elmegyünk parkokba lejárni ezt a reggelit, mert ki fogunk durranni. Mekkora? Srácok, mekkorák itt az autók?
Ide érkeztünk a parkba, viszont hogyha megnézitek, ott szakad az eső ott elől. Úgyhogy... mi legyen? Ezt most vagy megvárjuk. Hát már itt kezdi. Ezt lehet meg kéne várni. Akkor addig üljünk vissza a kocsiba. Ez gyorsan jön. Ugye szétázunk. Jesus! Oh, shit! Jó lesz. Szívás ez az időjárás, nem tudunk semmit se csinálni, nem tudunk fotózni, mert ömlik az eső. Beálltunk most egy 2-3 fa alá, de meg kell várnunk, míg eláll, mert tiszta vizek vagyunk. Az összes kameránk vizes, drónozni nem lehet. Itt van egy gyönyörű park, de muszáj várnunk, sorry. Itt már közel Mexikóhoz vagyunk, lent vagyunk kicsit már az Egyenlítő irányában, és kicsit olyan ilyen teljesen trópusi időjárás van, srácok, extrém para van, főleg most, hogy esett az eső, de tényleg nagyon para, és fél óránként zuhog. Úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz, viszont itt van egy hatalmas park, ami most nekünk üres, mivel zuhog az eső. Na de, milyen barbecue-t néztünk ki? Papas. Papas barbecue. Papas steakhouse barbecue. Megyünk, mi az? Nem steakhouse, hanem ez inkább ilyen... Hát barbecue. Marhaszegy, rib, oldalas. Hús! Hús! Amint mondtam, a következő megállónk az egy ilyen barbecue-s hely lesz, hogyha már itt vagyunk Texasban. Hogyha ezt a papaszt néztek ki, Dávid, ami igazából 1967 óta üzemel, úgyhogy valószínűleg elég jó lesz a kaja. Látszok, ezt nézzétek belülről, hogy néz ki az egész, ilyen nagyon ilyen, nem tudom, texasi kopó hangulata van. Figyelj már, te New Yorkba ettél ilyen helyen, nem? Hát barbecue, ilyen brisketet nem ettem, pastrami szendvicset ettem. Ez egy kicsit hasonló, pastrami szendvics. De a brisket az, ami... Az a szegy, ahol lassú füstöléssel csinálják, és ilyen extrém omlós, meg szaftos, elvideg. Jó. Én otthon próbáltam, de az otthoni szegy az nem olyan. Nem, szerintem nem tudjuk azt úgy megcsinálni. Thank you. Srácok, azt néztük egyébként Dáviddal, hogy most pontosan $47 fizettünk 2 fullos menüért, ami átszámolva 19.000 forint, ami oké, sok, viszont rettentő sok kaját kapunk cserébe, és amerikai árakhoz képest szerintem nem nincs elrugaszkodva. Nyilván egy magyar étteremhez képest oké, rendben sok, de hogy az étteremben a kaják annyira nem vészesek. Inkább ami drága, ami valószínűleg majd drágább lesz, az majd estemén bevásárolni rendes élelmiszert, hogy azért majd mi is fogunk főzni, és nem mindig étterembe fogunk kajálni. Szerintem sokkal drágább lesz a sima élelmiszer összességében, mint hogyha étterembe kajálnál. Van egy krumplink, van 2 kenyerünk, és itt van a marhaszegy, illetve egy káposzta saláták. Fú, srácok, hát ez... Én tagadtam fogok hazamenni. Lefogytam az elmúlt 3 hónapban 8 kilót, de én azt vissza fogom szedni 3-4 nap alatt. Há, nem tudok beszélni. A krumpli egyébként annyira nem jó. Az az egy, ami az ilyen jó, vagyis hát ilyen valami. A hús az konkrétan szétfolyik a számban, annyira ilyen füstös, kicsit oda van égetve, de szétomlik a számban. Mellé a káposzta, van hozzá egy ilyen édes barbecue szósz. Mi ez? Diet Coke? Nem tudom, hogy ezután hogy fogunk vacsorázni. Látszok, annyit eszünk egész nap, hogy konkrétan szarul, nagyon szarul vagyunk. Úgyhogy szerintem hazamegyünk, ledőlünk egy fél órát, mert közel lakunk a helyhez, ahol most vagyunk. De muszáj pihennünk egyet, mert rosszul vagyunk, annyit eszünk. Tudod, mi a durva? Hogy ezt ők mind megeszik. Nem hagynak itt semmit, mint mi. És simán rávernek, ez mennyi? Szerintem ez biztos, hogy 2 liter? Hát, ez annyi nem. Szerintem egy ilyen, hát másfél nincs, 1 liter biztos, hogy van. És egy liter kóját ezt így rávernek. Viszont voltunk vásárolni. Megkóstolod a világon a második legjobb üdítőt? Mert csak a második. Hát, mi az első? Én azt nem kóstoltam. Mert megtudod. Aha. Hát figyelj, van
kék, vettünk ilyen ghostos valamit, de én valamelyik Prime-ot kóstolnám meg a helyben, volt egy videóm erről, csak kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz. Hát akkor kék. Ez adta még annó nekem az inspirációt, hogy csináljak egy sajátot. Kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz. De talán érteni fogod, hogy mit akarok én is úgymond létrehozni. Vagy nem pont ilyet, de azért nem egy rossz irány szerintem. Szerintem nagyon jó, csak... Nekem, kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, nekem egy bajom van ezzel. Mondjam azt, ami a baj, vagy ami a... Ami a baj. Ami a baj az az, hogy kicsit szerintem édes. Szerintem is, ugyanez. Az, hogy édes, amúgy viszont ízre rohadt jó, mert... Azt vágod, hogy nincs benne a fejed az egész. De érdekes, hogy nincs sok kalória benne, viszont akkor rohadt sok az édesítő. Ott édes. Ezt kóstold meg. Ez micsoda, várj? Nem tudom, ez valami ez mű. Hallod, még be se hittem, de olyan szállóval, mint a marcipán. Túl édesek amúgy, finomak, de... Savanyú, de rohadt édes. Ja. Egyébként azt érzem. Ezeket főleg azért vettük egyébként, mert a holnapi vlogban egész nap edzeni megyünk. Edzős videót szeretetek volna, hát holnap edzős videót fogtok kapni. Full dedikált edzős videó lesz, nem is akárhol, majd elmagyarázok nektek mindent, úgyhogy csak azért voltunk vásárolni egy ilyen vitamin shopban, hogy megnézzük, hogy mik vannak aztán. Ja, vihenünk egy fél órát, aztán én nem tudom, most elmenjünk megint kajálni. Én nem bírok. Én fixen nem bírok. Menjünk-e vásárolni, süssünk valamit. Ezt most, hogy megettük ezt a... Rosszul vagyok. Rosszul vagyok. Én majdnem elgondolkoztam azon, hogy behányok. Lots of eating. Dávid főzte a vacsorát. Itt vettük a helyi Whole Foods-ban a húst. Ez jó. Ez good. Brutál. Ez good. Hát közel se tudtuk végigenni Texas érdekességeit, de még van rá 4 napunk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai nap folyamán. A holnapi nap, amint mondtam, egy edzős videó lesz, az kicsit egy ilyen, az egy hosszabb videó lesz, de szerettetek volna régebb óta egy edzős videót, és most egy olyan helyre menjünk majd, ami tényleg egy picit extrább lesz. Mesélek majd erről a helyről nektek, mert engem is így az életem során nagyban érintett, de ezt majd a holnap, a következő vlogban. Iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, találkozunk minden egyes nap szeptemberben, este 6-kor itt, és minden másik nap a Gameplay csatornán. Köszi szépen a figyelmet, jó étvágyat, sziasztok!